Egy hónapot csúszik a dinnye szezon. A hideg, esős időjárás miatt később érik be a dinnye. A fóliás sárga dinnyét egyre többen kínálják a piacon. Ennek kilója 1200-1300 forint. A magyar görög dinnyére még várni kell. Július első heteiben, de az is lehet, hogy csak 20-a után lehet majd kapni a magyar piacokon. Június utolsó, illetve július első napjaitól jelenhet meg nagy mennyiségben a magyar dinnye. Az időpont az átlagos szezon kezdethez képest egy-két hetes csúszással jelenik meg. Egy olyan 2-3 hét múlva vázos fóliákból, amit neveltünk, az beérik, de a kinti földeken nagyon késni fog a szezon, körülbelül július 20-a körül lesz olyan mennyiség, amit lehet szedni. Nem akar bekötni a dinnye. Nincsenek rajta az indán kisdinnyék, mert hideg az időjárás. Tavasszal sok palántázás kifagyott, újra kellett palántálni. Akik húsvét előtt palántoltak, a mínusz 8 fok hiába volt alagút fóliába, akkor is elfagyott a palánt. Most elkezdtük a sárga dinnyét szedni napokba. Az bekötött a fólia alagút alatt, az nem olyan, mint a görög dinnye. Ennek oka, hogy az ültetés után a szokásosnál hűvösebb volt. Huber István a fóliában mutatja, mi is a gond. Egy olyan 2-3 hete van hátra. Nagyon kevés van a palántokon. Itt 100 darab palánt van ebbe a fóliába, körülbelül 50 darab dinnye van rajta. Van olyan dinnye, ami még mindig nem kötött be. Tavaly hogy állt ilyenkor? Tavaly ilyenkor már szedtük a dinnyét, rengeteg dinnye volt. A csapadékos május miatt az ültetvények gyomosak, a gyomlálás pedig kézzel kell végezni. Szintén fontos feladat a növényvédelmi munkák elvégzése, mivel a gombásodás a dinnyét is érinti. Minden nap esik most az eső, sűrűbben kell permetezni a lombot, hogy a gombabetegségek ne vigyék el a lombot a dinnyébe. Régóta arra ösztönzik a termelőket, hogy az ültetés időszakát húzzák szét, ne egyszerre ültessék a növényt. Ez a piaci viszonyok miatt előnyös. Július 15-ig jellemzően a spanyol és a görög dinnyék uralják a piacot, de július közepétől a mediterrán országokban leterem a dinnye, ezért azt követően már a magyar termés jelenik meg az exportpiacokon is. Így a belső kereslet kielégítése mellett már a kivitelt is szem előtt kell tartani. Ha a termőterületek jelentős részén idejekorán érik meg a dinnye, az már problémát jelenthet az értékesítésnél. Jó hete már a nagybani piacon láttam Budapesten. Magyart? Magyar dinnyét, nem sok volt az illetőnek fóliás. Magának milyen van? Nekem görögországi. Mennyibe kerül egy kiló? 398 forint kilója. Milyen? Mit mond? Milyen az? Nagyon jó, közepes. Igazi jó közepes. És magyar dinnye milyen van? Sárga? Sárga dinnyében van magyar dinnye. Sárga belű, még zöld belű, olasz sárga dinnye. A piacokon már lehet kapni magyar sárga dinnyét, a görög az viszont még várat magára. Hozzák a dinnyét, de hát még igen kevés ember tudja kivizetni. És ez milyen magyar? Külföldről hordják. Magyar dinnye még, sárga dinnye már az van, de görög dinnye az még nagyon sokan lesz. Miért? Milyennek az oka? Hát az nagy. Hidegek meg a szárazság, ez a kettő összehatározza. A dinnyéből miért keresnének? Tehát miért fektetni rendi? Hát most megveszi, aki nagyon szereti, az épp úgy van, hogy van, aki a banán szereti, van, aki még a cseresznyét szereti. Ez attól függ, hogy ki mit szeret, az így megy csak. A görög dinnye termőterületen némileg csökkent, míg tavaly 4300 hektár körül alakult, addig az idén 4000 hektáron termesztik a szezonális növényt.